Tanulságos felmérés készült a koronavírushoz köthető álhírekről az Egyesült Államokban. Az derült ki a vizsgálatból, hogy akik a közösségi médiából tájékozódnak, sokkal inkább elhiszik a vírussal kapcsolatos hamis információkat, tévhiteket. Akik tévét néznek vagy újságot olvasnak, kevésbé hiszik el az álhíreket. Ráadásul az is kiderült, hogy akik bedőlnek a hamis híreknek, sokkal kevésbé hordanak maszkot. Tele van álhírekkel. A fiatalok többsége a közösségi médiából tájékozódik, de csak egy részük ismeri fel azt, hogy sok esetben távol áll a valóságtól, amit olvasnak. Rengetegen elhisznek, nagyon sok mindent megosztanak, rengeteg olyan dolgot, aminek tényleg semmi valóság alapja nincs, csak azért, mert esetleg egyezik a véleményükkel, de egyáltalán nem néznek utána az emberek annak, hogy tényleg így van. Az álhíreknek leginkább a fiatalok vannak kitéve, mert még tapasztalatlanabbak az információk helyes kezelésében. Ezek a manipulatív írások vagy videók az érzelmekre hatnak, így könnyen váltanak ki indulatokat. Szerintem nagyon ritka, hogy valaki megnézi a hírforrását, és úgy osztják meg valószínűleg az álhíreket, hogy ők maguk sem tudják, hogy ez egy álhír. Illetve arról lehet felismerni, hogy a nagyon figyelemfelkeltő a címe, nagyon gyanús, olyan csábító, hivagató, hogy olvassuk el, de a tartalma pedig minimális. Ez a poszt például augusztus végén járta be a közösségi portálokat. Egy látványos fotó segítségével egy álhírgyártó arról számol be, hogy Berlinben 4 millióan tüntetnek a koronavírus ellen bevezetett intézkedések miatt. A kép valójában 2003-ban a Love Parade-en készült, amelyen láthatóak a rendezvény jellegzetes kamionjai is. Ez pedig egy internetes csoportban jelent meg, azt az álhírt terjesztették, hogy a beiruti robbanásokban megsemmisült a koronavírus is. Egy friss amerikai felmérés szerint azok, akik a közösségi médiából tájékozódnak, nagyobb valószínűséggel hiszik el a koronavírussal kapcsolatos összeesküvés elméleteket és a megelőzésről szóló tévhiteket is. A kutatásban 21 ezeren vettek részt. Kiderült, hogy a Snapchat használók 28, az Instagram használók 23, a Wikipedia olvasók 25%-a adott hitelt a téves információknak. A résztvevők között voltak olyanok is, akik elhitték, hogy az influenza elleni védőoltás növeli a COVID-19 kockázatát. Szakértők szerint a közösségi média segítségével sokan alternatív valóságot alakítanak ki maguknak. Elkezdenek követni olyan oldalakat, amelyek az érdeklődésükkel vagy a személyes véleményükkel egyezik meg. Csoportokba lépnek be, ahol hasonló gondolkodású emberek osztják meg nézeteiket. Olyan tartalmakat értékelnek és kommentelnek, amelyek őket igazolják, mivel a közösségi oldalak célja, hogy az embereket minél tovább tartsák a felületeiken, összegyűjtik és algoritmusba rendezik ezeket az információkat. Innentől kezdve a rendszer szinte csak ezeknek megfelelő bejegyzéseket és hirdetéseket dob fel. Az érzelmek azok, amelyek a leginkább befolyásolják az embereket, és a vélemény buborék pedig, ami a social médiát jellemzi, az egyre inkább az ő véleményüket erősíti meg, tehát hogy sokkal kevesebb más véleményt látnak, hogyha ők úgy gondolják, hogy egy adott jelenség káros vagy felesleges, akkor és ilyeneket lájkolnak, akkor egyre inkább ez a vélemény fog elhatalmasodni rajtuk. Szűcs Zoltán médiakutató szerint, ha minden hírforrást objektíven kezelünk, elkerülhető, hogy a közösségi portálok mesterséges intelligenciája alakítsa a gondolkodásunkat. Meg kell nézni a tartalmat megosztó hitelességét, azt, hogy a profilja egyáltalán valós-e. Az információknak pedig érdemes utána nézni valódi hírportálokon is.